üzeni. Mondjanak az országban, ha tudnak, még egy olyan beruházást, amely egyébként ilyen léptékű 2,2 milliárd forint, és hogyha figyelembe veszük a konszolidáció nagyságát, tehát a 60%-ot, ahol egyébként az 5%-ot sem éri el a beruházás teljes összegéhez képest a települési elfogás saját ereje. Ilyen nem volt még, én azt gondolom, hogy ezt ilyenkor érjük megköszönnie a településnek, és még egyszer köszönöm szépen a segítséget és a támogatást. Kívánok mindenkinek, hogy boldog születésnapot a mai napra az Ócentrumnak, legyetek jó hozzájuk szépen. Köszönjük szépen! Erre a napra ütemezzük, erre a napra tervezzük annak az emléktáblának a feloltását, amely nagyon régóta készülünk, és azt szeretnénk, hogyha ez az emléktábla az Ökocentrum legforgalmasabb helyén, ott, ahol a legtöbben látják, megemlékezne az előzményekről, megemlékezne a tavalyi avatás időpontjából, amikor együtt voltunk, és megemlékezne az emléktábla arról az egyébként is természetesen, amely nagyon gyorsan elszállt, nagyon gyorsan elillan, hiszen itt ünnepeljük most az egyéves születésnapunkat, amikkelik ott. Úgyhogy most ünnepélyes pillanatok következnek, hölgyeim és uraim, én mindannyian nevében már tisztelettel felkérem dr. Nikolai Zsolt országgyűlési képviselő urat, és polgármester urat, hogy közös erővel ezt az emléktáblát rendezzék el.